idén a szabadkaiak körében főként a görögországi nyaralásokra van a legnagyobb érdeklődés. Az árak az előző évekhez hasonlóan 100-120 euró között mozognak, a szezon közepén azonban ez növekedhet. Со породицом у Грчку на сестакшно место, а ещё и с ним у Грчку на летование. Там мы уже были в одном пре 2-3 года, после се там вратили опять, да проведем так как више времена заедно. A hagyományos nyaralási helyszínek mellett egyesek távolabbi lehetőségeket is kipróbálnak. Törökországba szeretnék elmenni, vagyis oda megyek most, még a jegyet éppen lerezerválni. Hát azért, mert ez egzotikus hely, nem voltam még arra, különben bejártam Európát is. Úgyhogy most ide esett a választás. Mit tud az árakról ott, milyen árakon? Populárisak. Nagyon populárisak az árak. 600 eurótól a csillagos ég. És 10 nap repülő, minden teljes ellátás. Az elmúlt hetekben drágulás történt a repülőutak esetében. Ez a törökországi, tunéziai és egyiptomi utakat érinti. Ove godine Egipat je poskupeo u odnosu na prošlu godinu, znači to je otprilike za nekih 100, 150, 200 eura, zavisi kako koji hotel, da li je hotel 4 ili 5 zvezdica, tako da je to interesovanje za Egipat manje nego prošle godine, kada je puno ljudi išlo u Egipat, ali ove godine se od tih avionskih destinacija najbolje prodaje Tunis, zato što tamo za tu neku cenu, opet zavisnosti kada idete, da li idete u junu ili u avgustu, znači od 500-600 eura po osobi. A repülők üzemanyagának esetében 100%-os áremelkedés történt január és február óta. Ennek ellenére az utazási irodák hasonlóan jó évre számítanak, mint 2019-ben. Što se tiče troškova, naravno, usled, da kažem, globalnih stvari, došlo je i do promjena kad je u pitanju turizam i cene tih paketa, najviše zbog tržišne cene goriva, koje sad, naravno, svi znamo kakve su bile cene 2019. godine i kakve su danas, i upravo iz tih razloga to se negde oseti. Dakle, troškovi prevoza su pre svega porasli. Ne bih rekao da su sami troškovi smeštaja i hotela. Fontos leszögezni, hogy a legtöbb ország immár nem követel a belépéskor oltási igazolást. Az aktuális állapotokról ugyanakkor a nyaralás kiválasztása előtt érdemes tájékozódni.